A rudnai gyilkosságok. Böszörményi Gyula. Első fejezet. Rózsák és papírhattyúk. Pozsony. 1897. július 11. A tűz eszement, fékezhetetlen vad szerető. Őrjöngve ülel, míg csak torz, elszenesedett, förtelemmé nem válsz. S mikor már végképp nincs, mit elemésztenie életeddel együtt, ő maga is örökre kihuny. Addig azonban valami roppant, recsent, dörrent, az ablakot takaró sejemfüggönyök sziszenve váltak semmivé, az ajtót plafonig nyúló lángok takarták. Gerlice szédelegve állt a lakókocsi közepén. Tüdejét sűrű füst marta, ám amint a köhögéstől előre görnyedve a hátába éles fájdalom szúrt, tétóván tapogatózott. Érezte, hogy a derekán meleg nedvesség áztatja a ruhát, vörösre festve ujjait. Lánkopott a szoknyája után, mohón harapva a könnyű szövetbe, hogy aztán nyomban felfelé nyújtózzék. Távolról eleddig ismeretlen kín lopózott közelebb. Parázs ujjak marcangolták a leány jobb vállát, nyakát, állát. Maradjék, vesztek! Gerlice elcsodálkozott. Sohasem gondolta volna, hogy a tűznek így bársonyos, kedves hangja van. Vesztek azonban mégsem maradhatott. Az egyre növekvő fájdalom, vagy tán az életösztön löpte előre, át a gyöngyfüggöny túloldalára, be a cirkuszkocsi legbelsejébe. Fogják le! Erősebben! Lángnyelvek nyúltak utána. Némelyik a szoknyájára ült, vele utazott, még csapkodó tenyerével kinemoltotta. A deszkák keserves ropogásán, a plakátok sistergésén és a túlhevült porcelánok végső dörrenésein túlról emberek kiáltásai érkeztek. Gerlice boldog volt, hogy hallhatja őket, mert ebből tudta, még mindig létezik az a másik világ, ahol a tűz nem uralkodik. Hozzanak szíjakat! Kössük le végre, mielőtt kárt tesz magában. Ezt vajon ki mondta? Gerlice az átláthatatlan füstben botladozva kereste a szavak forrását. Szegény teremtés, súgta a bársony hang szánakozva. Fecskendőt kérek. A lakókocsi előterének teteje irtózatos robajjal szakadt be. A lángok bömbölve rontottak a leány után, kinek kibomlott hajas és teregve vált pernyévé. Gerlice sikoltott volna valahol messze, abban a másik világban tán meg is tette, ám a cirkuszkocsiban nem maradt több levegő. A leány úgy érezte, immár eleven fáklyává vált, és rövid élete egyetlen szeretője a tűz készen áll, hogy magáivá tegye őt. Csak lassan, óvatosan, súgta a bársony hang messziről. Nagy fájdalmai vannak, ha lehet, ne tetézzük, még mi is. Gerlice lehúnyta a szemét. Boldog volt, hogy már nincs sok hátra a szenvedésből. Aztán egy kéz, erősebb, mint egy vaskapocs, megragadta és irtózatosat rántott rajta. A leány egyensúlyát veszítve zuhant előre, át a füstön, el a tűzvihartól. Estében látta, hogy a kocsi végében álló hatalmas utazóláda fedele felnyílt, és a kar abból nyúlt ki érte. Tehetetlenül hanyatlott a fehér szövethalomra, mely úgy tűnt, mégsem csak megóvni kívánt ruhadarabokból állt. A lábad, üvöltötte túl a tűz örjöngését Madame Orlóci. Húzd be a lábadat! Az utazóláda fedele rájuk csapódott. Ám a réseken át némi fénynek és a füstnek továbbra is sikerült behatolnia. Gerlice szeme homályos alakok úsztak. Egy orr, egy verejtéktől csillogó homlok, egy száj, mely közvetlenül az arcába ordított. Helyet! Engedj mozdulnom! Na hát, Madame Orlóci, ámult Gerlice. Mégis miféle buta mutatvány ez? Hisz maga most bemocskolt minket a ládájába. Becsomagolt. Ugyan mi értelme ennek? És ha már muszáj így összepréselődnünk, nem szoríthatnánk egy kis helyet szegény Tóninak? Tudja, ő meghalt, ezért most biztos rettentő, magányos. Engedjük be őt is. Kinyitom a... Ne kapálozz! A jósnő vasmarka leszorította Gerlice karját.
Maradj veszteg! Ne, ez fáj! A leány azt hitte, kiabál, ám valójában csak elgondolta a szavakat. A vállam! Lenyúzza a bőrömet! Kérem! Ne! Fogják erősen! Kiáltotta a bársony hangú férfi abból a másik világból. Nővér, adja a fecskendőt! Több morfinra van szük. A láda külsejét tühött lángtenger borította el. Madame Orlóci fészkelődött, rugott, könyökölt, de a rejtett vaskalantyút csak úgy érhette el, ha a szűk helyen, teljes súlyával gerlicére nehezedik. Megtette hát. A leány fájdalmában velőt rázó sikolyt hallatott. Jaj, lelkem, bocsáss meg! Nyögte Madame Orlóci, majd vad dűvel megrántotta a fogantyút. Az utazó láda alja, mint valami bűvészmutatványban kinyílt, és ők a lángoló cirkuszkocsi alá zuhantak. Gerlice úgy érezte a lelke, két részre szakadva valahol távol lebeg. Az egyiket épp tűz emészti el, míg a másikat kintatja át. S bár ő látszólag hol itt, hol ott van jelen, valójában a kettő között elveszve bolyong. Fölöttük a cirkuszkocsit elnyelték a lángok. Vaskos füst hömpölygött mindenfelé. A száraz fű is kezdett tüzet fogni fejükre, és hátukra izzó zsarátnok eső hullott. Kifelé, üvöltötte Madame Orlóci, lehengeredve a leányról. Ám hiába szabadult meg a súlytól Gerlice, mégsem mozdult. Már is jobb, szólt a bársony hangú férfi. Végre hat a morfin. Gerlice azonban már tőle és a tűzemésztette kocsitól is messze járt. Hangai Emma vagyok, mutatkozott be a fekete csukjás alaknak, aki a semmiből tappant elé. Hangai Emma, igen. Csak hogy ez titok? Kérem, jó uram, ne árulja el senkinek. Madame Orlóci megragadta Gerlicét, és a kocsi hátsó kerekei között kúszva a szabadba vonszolta őt. A Donner cirkusz álomból riadt tagjai a lángoló lakókocsi előtt álltak. Csak hogy mind a túloldalon. A jósnő kormot köpködve és hörögve rángatta magával az eszméletét vesztett Gerlicét, ám a sűrű füstben senki nem vette észre őket. A rémült cirkuszosok a tomboló tüzet nézték, egymásba kapaszkodva zokogtak, vagy épp tehetetlen dűvel szitkozódtak. De hát mi? Hogyan? Talán a lámpa? Az eshetett le? Vagy a tábortűz parazsa? Szálltak az elhaló kiáltások. Még csak egy fájdalmas ordítás félbe nem szakította a hiába való kérdezősködést. A Tóni, emberek, a Kugler Tóni halott, megölték. A hatalmas cirkusztábor irányából az egyik Leigers feladta lángoló kocsit bámuló tömeg felé, ügyelve rá, hogy messze elkerülje a levert szölöp körül toporgó elefántot. Makkabeus dühötten csörgette láncait, próbálva minél messzebb húzódni Madame Orlóci pusztuló otthonától. A társulat egy emberként fordult a légtornász felé. Halott. A Tóni gyereket megölték. A Donnert Antal volt az első, aki futásnak eredt. Mögötte Rökker Alfonz, a késdobáló és Arisztid, a kötéltáncos loholt, hogy berontva a manésba immár saját szemükkel lássák, amiről a Leigerek egyike övöltözött. Nincs eszméletén, szólt a bársony hangú férfi a végtelenségből. Nincs eszméletén, zihálta Madame Orlóci a leány fölé hajolva, és már emelte is a karját, hogy segítséget hívjon, ám mozdulat hirtelen félbeszakadt. A gomolygó füstön át könnyen észrevette az árokpart bokrai mögött lapuló férfit, aki viszont egészen másfelé nézett. Ő a két nő helyett, hol a cirkusz sátornál toporgó embereket, hol a köcsit emésztő lángtengert fürkészte, ügyet sem vetve a gomolygó füst mélyén sötétlő két alakra. Végül aztán talpra szökkent, és anélkül, hogy körülnézett volna a bokrok közt osonva, az erdőbe futott. Madame Orlóci karja az ölébe hult. Már értem. Ma éjjel téged akartak itt elemészteni, Gerlicém, suttogta a jósnő. Akkor hát legyen úgy. Tűnj el végleg. Nyomot sem maradjon. Azzal sietve talpra állt, s mintha a ketrecében tomboló medvétől kölcsönözné az erőt, két karjára véve Hangai Emmát,
eltűnt vele a ligetfalvi éjben.